aranyos kiskutya, tehát ő nem lesz agresszív. Ezeken a korábbi felvételeken csipeltetésre érkezik Benny az állatorvosi rendelőbe. A rizsszám nagyságú csipet egy injekcióhoz hasonlóan jutatja az állatorvos a bőre alá. Benny gazdája egy jogszabálynak tett eleget, amikor csipeltette kutyáját. Most pedig egy újabb kötelezettségnek kell eleget tennie minden kutya tulajdonosnak. Törvényben előírt adatokat kell a települési önkormányzatok rendelkezésére bocsájtani. Nagykállóban február 1-e óta zajlik az ebösszeírás. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 98 évi 27-es törvény írja elő, hogy 3 évenként ebösszeírást kell tartani. Ez 2008-ban volt nálunk legutoljára, és ezért döntött úgy a vezetőség, hogy a kormány, illetve a törvényben előírtaknak megfelelően az ebösszeírást elvégeztessük. Van egy erre előre készített nyomtatvány, amit minden lakosnak eljuttattunk, vagy próbálunk eljuttatni, és különböző fórumokon hirdetni azt, hogy ezt ki kell tölteni, és van egy ehhez kapcsolódó tájékoztató levél is, amiben a kutyáknak a jellegzetes vonásait, illetve tulajdonságait, beazonosíthatóságát kell leírni a kutyatulajdonosoknak. Ez többek között azt jelenti, hogy a gazdiknak meg kell adniuk saját adataikat, a kutya általános adatait, mint például a nevét, fajtáját vagy éppen életkorát, de az említett adatlapon kell feltüntetni a csip számát, az utolsó oltás időpontját, vagy éppen azt, ha a házi kedvenc rendelkezik kisállatút levéllel. Az adatlapok a Nagykállói Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán szerezhetők be, vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról, a www.nagykállu.hu internetes oldalról. Nagykállóban március 31-ig tart az ebösszeírás. A határidő lejárta után az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát ellenőrizni fogják. 31-e után, áprilisban, majd erre meghatározott személyek fognak végigjárni utcánként, tulajdonképpen házról házra, és akik még a ebösszeíró lapot nem adták le, azoknál fognak jelentkezni, és megpróbálják ott kitölteni ezeket a kérdőíveket, amin szerepelni kell ugye a kötelező védőoltás időpontjának, és tudjuk, hogy a 4 hónaptál idősebb ebeknek csippet kell beültetni, tehát ennek az azonosítóját is fogják ellenőrizni, illetve ennek a meglétét. Az adatlapokat személyesen, postai úton, faxon és elektronikusan is be lehet nyújtani. Azon kutya tulajdonosokat, akik nem tesznek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatják. Egy kormányrendelet értelmében a bírság legkisebb összege 30 000 forint lehet.